Sziasztok! Itt újra vidéki srác. Egy újabb zúzós jelenet lesz. Igaz, vágtam már ki fát, csak az volt a gond, hogy nem a kedvenc eszközömmel, ami tudjátok nagyon jól, hogy a fejsze a kedvenc vágó eszközöm. Ugye azzal hasítottunk szét egy bombát, egy kólát, a szekrényt azzal hasítottuk szét, és hát igen. Ugye az volt a gond, hogy nem fűrészre vágtam szét, tehát most pótolom ezt a dolgot, és ez egy újabb fejezet, egy újabb rész. Most egy nyárfát fogunk kivágni, ugye, ami nagyon nedves páratartalommal rendelkezik, úgyhogy most nem egy akácot fogunk kivágni. Persze, ahogy mondtam, ugye a fejszével fogjuk kivágni, kivágom, és akkor látjuk azt, hogy lehet fejszével kivágni egy fát, úgyhogy én most felveszem ezt a remek kis kesztyűt, amit nemrég vettem, nagyon jó fajta kis munkás kesztyű. Ide jövünk a kedves kis baltánkhoz, és tapasztaljuk azt, hogy milyen szép kis nyárfa, amit tudunk, amit elérünk, azt ugye legaljozzuk. Nem vagyok nagy favágó szakértő, tehát lássunk hozzá és nézzük meg a kivágáshoz. Nézzük, vágjuk a fát. Csá! Szokták azt a... Igen, ez is elég fárasztó. Szokták mondani, hogy nagy fába vágod a fejszét. Hát nem olyan nagy fa, de elvágtam a fejszémet elég rendesen. Illetve, ugye, ha jól emlékszem, régen csak fejsze volt, amivel ki tudták vágni a fát. Utána jöhetett talán a kézifűrész, vagy előtte. És utána meg ilyen modern eszközök, láncfűrés, stb. Sorolhatnám tovább. De folytassuk tovább. És hát ugye kivágtuk ezt a fát, szépen legaljazzuk. A gyárfát elég könnyen lehet egyébként gajazni. Könnyen törik a gaj, elég jó. Még amikor nem száraz, akkor is könnyen törik róla a gaj. Szóval nem kell hozzá fejszese. Ebbit meg már tudjátok. Legaljazni, felapítani, feldarabolni. És hát körülbelül ennyi. Rendes beleizzadtam. Hú, elég jó feladat ez a favágósdi. Hát, ennyi lett volna az úzás következő része. Ötödik rész lett volna, csak az a baj, hogy valamelyik tirpák csinált egy ilyen poén videót, de hát az nem ér semmit, majd le tudom belinkelem, úgyhogy ez inkább hatodik résznek, ötödik rész lenne, csak hatodik rész lesz, mert ötödik résznek tanúsította. Én voltam vidéki srác, ez volt az úzás 5. Legközelebb videóban találkozunk, ha tetszett a videó, ne felejts el lájkolni, feliratkozni. Én mindenki srác voltam. Sziasztok!